2015 a megelőzés éve volt a katasztrófavédelemnél, amit kiválóan teljesítettek. A kirendeltség az alapvető feladatait látta el, mint a lakosság védelme, a társszervekkel közös együttműködés, a civil, valamint karitatív szervezetekkel való közös munka. A lakosság biztonságának biztosítása, a gazdálkodókkal, illetve a kritikus infrastruktúra elemeknek pedig a működésének fenntartása. Ez egy nagyon fontos, kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Összesen 26 település tartozik a helyi katasztrófavédelem illetékességi területéhez. A hivatásos tűzoltóknak tavaly összesen 199 esetben kellett tűzesethez vonulniuk, míg 168 esetben műszaki mentéshez riasztották őket. A 2015-ös év célkitűzései között szerepelt többi között az önkéntesek bevonása is. A járásban 23 tűzoltó és polgárvédelmi önkéntes szervezettel dolgoztak együtt, és 19 egyesületnek több mint 16 millió forintból sikerült fejleszteni az eszközeit. A mentőszervezet közül a szigetközi mentőszervezetünk, önkéntes mentőcsoportunk is jelentős támogatás pályázat útján jelentős eszközökhez, áramfejlesztő, szivattyúhoz, reflektorokhoz jutott hozzánk. Ezt gondolom ez is egy komoly fejlesztés jelent, és az mellett természetesen szakmailag felkészítettük őket a végzendő feladataikra. A parancsnokság életében fontos, hogy az ott dolgozók hivatásuknak, ne pedig munkának érezzék a mindennapi feladatokat. Ezért folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél jobb környezetet biztosítsanak a katasztrófavédőknek. Ezért egész évben közösségi rendezvényeket szerveznek, mint például a tűzoltóbál, a Flórián napi családi vagy a kéklámpás nap. Báner Attila tűzoltó ezredes beszédében elmondta, Moson-Magyaróvár az egyik legjobban fejlődő térség, a helyi kirendeltség kevés létszámmal, de ennek ellenére kiválóan látja el a feladatokat. A munka nem lett kevesebb, a létszám azért nem a legrózsásabb. Ennek ellenére mondhatni azt, hogy szinte teljesen hiba nélkül végeztétek a feladatokat. Tudom, ez az elvárás, hogy hiba nélkül, de aki dolgozik, az hibázhat is, de ennek ellenére mondom, kitűnő volt, úgyhogy köszönjük szépen ezt a munkát. A helyi kirendeltségen fontosnak tartják azt is, hogy a fiatalokat tűzvédelmi oktatásban részesítsék. Tavaly 65 diák mintegy 3100 órát teljesített itt közösségi szolgálaton. Az önkormányzat részéről Nyitrai József köszönte ezt meg. A sok dicséret mellett én leginkább azt ragadnám ki, hogy ezekkel a fiatalokkal való törődés és a versenyekre való felkészítés. Legalább ha 60 gyerek kap, vagy 65 gyerek kap, vagy ha csak 40 gyerek kap felkészítést, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy legalább 40 családban egy ember van, aki tudja, hogy mit kell csinálni. Ahogy az értékelőn többször is elhangzott, a Moson-Magyaróvári kirendeltség munkatársai kiválóan teljesítettek a múlt évben, minden kitűzött célt sikerült véghez vinni. Azt gondolom, hogy az elmúlt évünk, mint idén is elhangzott, az évértékelőn sikeresnek mondható, azokat a célokat, amiket kitűztünk magunk elé az év során, év elején azokat sikerült megvalósítanunk maradéktalanul, és azt gondolom, hogy egy sok-sok szakmai siker áll mögöttünk az elmúlt évben. Nagyobb események nélkül szerencsére. A 2016-os év feladatai között például a megyei sportverseny megszervezése, a múzeum megújítása, valamint a szénmonoxid mérgezés megelőzéséről szóló lakossági tájékoztatások szerepelnek. A Moson-Magyaróvári kirendeltség idén ünnepli 140. évfordulóját, ezért jubileumi megemlékezéssel készülnek majd.